Önök a kultúrszobát látják, köszöntöm nézőinket. Babaházakból alakít ki 20. század elején miniatűr lakóházakat a Ment Éva. Bonyhádi kiállításán ezeket a kicsinyített tájházakat tekintették meg az érdeklődők a Völgység Múzeumban. A bútorfestő azt mondja, a népi kultúrából merít erőt az alkotásokhoz és a mindennapokhoz. A Ment Éva a bútorfestő, miniatűr szobákat készít. Alkotásaiban különböző tájegységekről a 20. század elejé házakat és azoknak berendezéseit alkotja meg. Az általa készített babaházakat tekinthették meg az érdeklődők a Bonyhádi Völgység Múzeumban. Én Diósberényben születtem, Hölgyészen nőttem föl, tehát ennek a két falunak a kultúrája, a nyelve, a néprajza óriási hatással volt rám, és gyakorlatilag egész életemben ebből merítkezem. És akkora útra valót kaptam, hogy a bútorfestő pályafutásom, 30 éve festek bútorokat, bútorfestő pályafutásomat is tudtam ehhez igazítani. A babaházak pedig úgy jöttek a képbe, hogy a kiállításon szeretnék mindent megmutatni. Egyszer kezdtem el egy babaházat elkészíteni, és azóta úgy maradtam, tehát már-már szenvedélyé vált. És azért a térségből, mert a gyerekkoromhoz kötődnek ezek az emlékek. Diósberényből, Hölgyészről, Kalaznóról, Mekényes, Váraljáról, aztán igazából Gyönk, Sárközből is, hiszen Őcsényben sokat jártam, gyerekkoromban ott is élnek rokonaim, tehát a sárközi bútor is hatott rám, a régi hartait hoztam el, mert ott tanultam a bútorfestést, Himpelmann Péter bácsinál, úgyhogy amelyek megérintettek azokat a településeket, fogalmaztam meg itt is. Az általa elkészített és festett babaházakba olyan részletességgel kidolgozott tárgyakat helyez, amik megtalálhatóak voltak a korabeli parasztházakban is. A munkákat pedig egy rendkívül részletes kutatómunka előzi meg, aminek keretében igyekszik sok olyan emberrel megismerkedni, akik még éltek a korabeli parasztházakban. Vannak szobabelsők, vannak konyhabelsők, tűzterek, hiszen elmaradhatatlan a kemence vagy a rakocsparhert, a hozzátartozó edények, rengeteg alapanyagot, akár szalámit is, hiszen a babák táplálkoznak is, tehát hogy szükségünk van különböző alapanyagokra, kamrára, a kamrának a belső berendezésére, de ugyanúgy szerepel a disznóol és a kerekeskút, a rémfa, tehát ami a régi hétköznapok tárgyai közül feleleveníthető, azt én igyekszem kicsiben megmutatni. Tehát néprajzi értéke is van, hiszen komoly kutatást végzek előtte. Elmegyek egy tájházba, körbenézek, fotózok, rajzolgatok. Aztán onnan indul, hogyha idős emberekkel találkozom, akkor őket kérdezem meg, hogy emlékeznek-e még valamiféle festett bútorra, és ha sikerül őket megszólítani és a lelkükhöz eljutni, akkor már önmagában szívesen megmutatják az érdeklődőnek, úgyhogy fotózok, hát használom már a technikát, mert hát végül is 2019-et írunk, és ezekből a fotóanyagokból színmintát készítek a bútorok mellé, és így már otthon a saját műhelyemben fel tudom dolgozni. A babaházakban természetesen népviseletbe öltöztetett bábuk is vannak. Ez is azt mutatja, hogy az alkotó törekszik a részletességre. A Ment Éva díjak sokasságát kapta már meg munkáiért, és ő az egyetlen a Kárpát-medencében, aki oktathatja ezt a művészeti ágat. Figurákat is teszek a házba, mert úgy gondolom, hogy akkor van benne élet, és így, hogyha egy teljes berendezést figurákkal, kiegészítőkkel veszünk, akkor másfél-két hónap körülbelül. Nagyon sok díjam van, rengeteg szakmai díjam, és igazából az egyik legnagyobb elismerésnek azt érzem, hogy a Hagyományok Háza engem bízott meg a bútorfestés oktatásával az egész Kárpát-medencében, és az egyedüli bútorfestő oktató vagyok, aki akkreditált képzéseket tart. Ez úgy gondolom egy óriási elismerés. Az oktatás során felnőtteket oktatok mindenféleképpen, de a babaházaimmal, tehát a játék során, és én próbálok népi játékokat is feleleveníteni, gyerekközönséget is. Nyilván egy felnőtt is gyereké tud válni akkor, amikor a kiállítást megnézi. Nem tudok létszámot mondani, de nagyon sok. Tehát ha csak a saját családomat veszem, hogy legalább annyi felnőtt érdeklődőm van, mint amennyi gyerek, akkor igazából sok ezer főben gondolkodhatunk. A népi kultúrából és a hagyományokból rengeteget meríthet az, akit érdekel elődeink élete. Könnyen meg lehet ismerni és elképzelni ezekből a korábbi életet, hogy a hétköznapokban mivel foglalkozhattak a 20. század elején a két világháború között élő magyar emberek.
Amentiva azt mondja, sokat tud meríteni a népi kultúrából. Úgy érzi, ezáltal lehet erős ember. Úgy gondolom, hogy ha az ember ismeri a saját múltját, főleg a saját családjának a gyökereit ismeri, a felmenőinek az élettörténetét, az azzal járó egyéb dolgokat. Tehát itt arra gondolok, hogy például az én egyik családom iparos család volt. Ez nagyon fontos. Másik oldalról paraszti gyökereket kaptam. Ez adhat erőt a jövőnkhöz, és az az ember erős lelkileg, aki tud mihez kapaszkodni a múltból. A kukoricaszárból készített használati tárgyak szerves részei voltak a falusi ember életének, ám ezek a modernizációval együtt kikoptak a háztartásokból. Dohocki Zsuzsa, Csuhé Fonó azon dolgozik, hogy megmutassa a mának, mi minden készíthető ebből a könnyen kezelhető anyagból. Mesefigurák, használati tárgyak és kegytárgyak jönnek ki a keze alól. Megbetegedtem, és akkor kezdődött az, hogy akkor most mit kezdek az életemmel, most vagy állandóan segélyjárok, vagy megbolondul, közben férjemet eltemettem. Tehát nagyon-nagyon sok csalódás vagy tragédia után gondoltam, hogy akkor megpróbálom, és így szeretem így figurákba, vagy valamibe egy kicsit így az én gyerekeim lettek a figuráim. Dohocki Zsuzsát az életnehézségei ültették a kukoricaszárak mellé. Gyerekkorában olyan közegben élt, ahol ezek a tárgyak a mindennapok részét képezték. Ma már idézőjelben csak dísztárgyak ezek a babák, üvegtartók, papucsok, vagy éppen a kegytárgyak. A paraszti életet is szerettem bemutatni, akkor hát már hozzányúltam a népmeséhez is, szóval nem kimondottam csak a Betlehemet, bár most hoztam. Látszik az is van többféle kicsi, nagy, az ember abban is tud, de régen igazából csak a Betlehem, meg a Betlehem és az angyalkák voltak a slágerek, amit csináltak. És most már azért elég sok mindent, mert a Csuhé nagyon jó anyag, nagyon szép anyag, nagyon jó vele dolgozni, és könnyen formálható, úgyhogy bármit meg lehet vele úgy formálni, hogy megmutassa azt, amit az ember gondol. Nem eladásra csinálom, ha marad, akkor elviszem a kórházba. Voltam a Dóri házba Pécsen, akkor hát Balatonfelvidéken van egy szociális otthon, ahol szellemi és testi fogyatékos emberek vannak. Nekik is szoktam venni ajándékba. A Csuhé munka a kukorica vetésével kezdődik, tudtuk meg Zsuzsa asszonytól. A mai hibrid kukoricák a kombájnokhoz vannak kialakítva, és rövid a csuhéja, de ezért így is lehet belőle dolgozni, mondja. A begyűjtésre nagyon kell figyelni, mert hát amikor már begyűjtjük, szóval most kezdődik a munka, elvetjük, megkapáljuk, készen leszedjük, mert kombájn után már nem lehet feldolgozni, mert a kombájn megtöri, azután már nem jó, azután elveszti a rugalmasságát, akkor inkább készen kell szedni, és gondosan kiszárítani, mert a penészedés az baj. Én a Csuhé levelet látom szépnek, én nem a munkát, én magát a levelet is szépnek látom, én meg tudom forgatni, én látom benne a szépséget, a szint, a tisztaságot, én maga. És aki szépnek látja a Csuhé levelet, nem csak a szemetet látja benne, hanem tényleg látja, hogy nem is szemét, hanem egy melléktermékét lát benne, akkor az szerintem meg tudja csinálni. Zsuzsa egyébként megrögzött természetvédő is. Nagy bánata, hogy hiába próbálja a fonás titkait továbbadni az iskolában, nem volt elfogadókészség. Pedig ahogy meséli, saját munkáin keresztül tanulta a szakmát, és ma már könnyedén tanítani is tudná. Balogh Zoltántól kaptam egy kitüntetést, és azt kérdezte, hogy lesz-e követője ennek a
ennek a, ami miatt, ugye, mert környezet, nem szennyezi a környezetet, ez egy környezetkímélő valami. Ez lebomlik a természetbe. Itt van ez a szélsőséges időjárás, láthatjuk, hogy már legalább mi ne termeljünk szemetet, és hát ez, mikor meg volt hirdetve ez a pályázat, akkor az is benne volt, hogy ki mit gondol benne. Hát én azt gondoltam vele, hogy tényleg, hogy én azért tartok még kecskét, ha kidobom nekik, ha nem tetszik a munkám, megeszik. Aki látott már kukoricát és kukoricacsuhé babát, az fogja tudni, hogy ez itt ilyen csuhé, az meg olyan csuhé, mert ez látszik, hogy eredetileg színe, ez a színe, ez nem egy festett. Most már ugye van ez a lila kukorica, annak is ilyen lila a csuhé, úgyhogy igazán én ezt gondolom, ezt látnám benne fontosnak, hogy környezetkímélő, és hát meg azért, hogy visszanyúlunk az ősi tudáshoz, mert azért egy cekkert is, hát jó, ez jó, nem hiszem, hogy ezzel járnának a boltba, de ez is nem egy műanyag szatyor, hogy ledobom is, és akkor utána mi lesz vele. Ez egy aránylag tűrhető. Ezt szeretni kell. Mert kérdezték, hogy tudom, mert ez idegesítő meg. Nem igaz. Én ebbe meg tudok nyugodni, ha tudok egy kis figurát csinálni. Én szeretem a figuráimat, vagy hogy mit kell mondani, úgy kell, hogy én nem vagyok tőle ideges, hogy na szőszmötül. Dolcki Zsuzsa munkáiból kiállítás nyílt az S plusz C üzletház vitrin galériájába. Aki ide ellátogat, egy rövid időre elgyönyörködhet a természet szülte anyag szépségében. Azt már sokan tudják, hogy a sors valahogy Medinára sodorta a muzsikusokat. A zenészek célja a hagyomány tovább örökítése. Szabó Dávid is otthonról hozta a zene szeretetét és a tanítás képességét. A kis gitárosokból álló gyerek zenekara sokadszor megmutatkozott már a nagy közönség előtt. Medinán kis túlzással mindenki tud valamilyen hangszeren játszani, és ez nem csak az idősebb korosztályra vonatkozó megállapítás. A zenei tudás hagyománya öröklődik generációról generációra. 1962-ben például már volt egy medinai gitárzenekar, akik abban az időben az elektronikus hangszerekkel új stílust hoztak. Nem véletlenül voltak rendkívül népszerűek. Szabó Dávid is családi hagyományként örökölte a zene szeretetét, és ahogy szülei, ő is tovább akarta adni a tudást. Így lett aztán a gitárszakkör. Hát igazából ez már jó pár éve kezdődött, majdnem közel 10 éve Tengelicen én elkezdtem tanítani, és ugye nem messzi falu ide Tengelic, és ott nagyon szép sikereket értünk el, a helyiek nagyon jól fogadták, a gyerekek nagyon jól véleményezték, hogy van egy ilyen szakkör, és Medina úgy gondolta, hogy hát nem maradhat le, tekintve, hogy ennyi zenészt tud magáénak, és a jövő generációjára is gondolni kell. Egy ilyen családias, szakkör jellegű, mondhatni, hogy ilyen kis klubszerű gitárórák vannak nálunk. Mindenképpen a zenetanulás az ne olyan tanulás legyen, mint amit az iskola hordoz magában, hogy egy ilyen kötelező érzetet hozzon magával, hanem mindenképp egy olyan, hogy szívesen gondoljon a gyerek rá, hogyha a hangszerére néz, és mindig azt mondja, hogy azért megy el egy gitárszakkörre, vagy azért veszi a kezébe a hangszert, hogy fellélegezzen, kikapcsolódjon. Igazából az az én gondolatom, hogy az, hogy az akkordok, a harmóniák milyen dalokon keresztül másznak a kezükbe és a fülükbe, az majdnem mindegy, az a lényeg,
szeretnék, hogy a zene mellett legyenek, és közben azokat az akkordokat később, ha más sorrendbe fűzzük, már másik zeneszám fog kialakulni. Ez már az ő dolguk a jövőben, de az biztos, hogy mindig jobban szeret az ember olyan zenét játszani, ami az ő kedvence. Godó Gabriella alapító tagja és húzó embere a zenekarnak. Mikor azt kérdeztem tőle számára, mit jelent a muzsikálás, röviden csak azt mondta. Nagyon sok dolgot lehet megtanulni, és rögtön első kézből kapod az információkat, hogy mi hogyan történik. Rengeteg olyan dolgot tudsz megtanulni, amit lehet, hogy mondjuk máshol nem is. Rengeteg információt tudsz megszerezni olyan helyekről, amiről máshonnan nem, és természetesen olyan dolgokat tanulsz meg, amik egyszerűen fenomenálisak. Gabi ezt is elmesélte, hogy Dávid fantasztikusan jó tanár, és nem tudnak olyat kérdezni vagy kérni, amire nem tudná a választ. Legszebb a zenében, hogy meg mindig üzenete van, és a szíven keresztül a lélekhez, vagy a léleken keresztül a szívhez. Legjobb, gyorsabban jutnak el azok az üzenetek, amit ti fogtok játszani. Néhányszor levegyeztem a próbátokba. Én sok sikert kívánok neked az életben is, hogy kísérjelem az egész életeteket, és adjátok tovább ki is, és minél több embernek. A település polgármestere Vén Attila igazán autentikus a kérdésben, lévén maga is muzsikus. Így nem véletlen, hogy a szívén viseli a zenekar sorsát. Mindegyik tanítványom egy önálló kis gitáros lélek legyen, és amerre járnak a világba, és úgy van, hogyha egy hangulat arra fokára jut, akkor elővegye a hangszerét, és tudjon rajta és szeresse játszani. Nekem nincsenek ilyen célkitűzéseim, hogy versenyeket nyerni, vagy pont ezért, mert az elején ezt megbeszéltük, hogy az egy stressz vagy egy feszültség forrás, hogy erőn felül teljesítsen valaki, ez nem verseny. Én nem csábítottam senkit. Mindig jönnek és felkeresnek, és pont is ezért fontos például az ilyen nap, mint a mai, hogy azt lássák az emberek, akik eljönnek, hogy szeretnék, hogy ezt a lehetőséget megadják a saját gyereküknek is, hogyha eléri azt a kort, hogy részesei legyenek egy ilyen élménynek. Ifjú hölgy fuvola játéka kápráztatta el a Művészetek Háza közönségét. Mindketten tanítják is hangszerük kezelését, de az igazi élvezet a koncertezés. A Két fuvola egy koncert című sorozatuk a második variációjában is sikert aratott. Papcsővári Dóra és Töttös Erős Edina a Liszt Ferenc Zeneiskola tanárai. Azt is lehet tudni róluk, hogy nem csupán kollégák, hanem emberileg is nagyon közel állnak egymáshoz, és ez a harmónia átjön a színpadról is. A Két fuvola egy koncert című előadásnak már volt előélete. A mostani, a következő lépés a közös úton. Nagyon egyedi atmoszférája van ezeknek a francia zeneszerzőknek, az ő műveiknek, és tulajdonképpen ez volt a fő szempontunk, hogy egy ilyen karakteres világot teremtsünk. Az volt a célunk, hogy a fuvola duók mellett a zongorával is megmutassuk magunkat, a közös zenélés örömét, és ezen a koncerten a fuvola kvártett is meg fog szólalni. Volt növendékeinkkel együtt fogunk zenélni. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy azokat a növendékeket, akik zenei pályára mentek, azokat felkaroljuk és együtt zenéljünk. Mindkettőjüknek fontos, hogy a muzsikálás nem merüljön ki a mindennapi zeneoktatásban.
Ennek ellenére azt mondják a fellépések és tanítások, hiszen a diákok is látják a felkészülést, az izgalmat és olykor a hibázást is. Példát mutassunk a diákoknak, megmutassuk, hogy hogyan tudunk színpadon, hogy kell színpadon szerepelni, hogy mi is izgulunk, nem csak ők, hogy mennyit kell előtte gyakorolni, tehát hogy ez nem egy félórás gyakorlás eredménye, hanem több hónap munkája, és talán ebből egy kicsit ők is tovább tudnak lendülni, hogyha éppen mély ponton vannak. Mindig is kihangsúlyoztam az egész pályafutásom alatt, hogy azt szeretném, hogy a gyerekek azt lássák, hogy nem csak ülök az asztalnál, hanem én is kiállok a színpadra, igen, én is izgulok, esetleg én is hibázok és tovább megyek, és ezt nagyon fontosnak tartom a pedagógiánkban is. Nagyon fontos az összhang, az egymásra hangolódás képessége, csak akkor lehet sikeres a produkció, ha érezzük egymást és jóban vagyunk, vallják. A lélegzetvételünket is egymástól vesszük át, szinte már olyan néha, hogy mintha egy fúvóval szólna, van, hogy hangolunk, és észre se vesszük, hogy a másik is megfújta a hangszert, mert már annyira alkalmazkodunk a másikhoz, hogy sokszor tényleg előfordult, hogy oda kérdeztem, hogy fújtad, mert hogy annyira egy hangszínen szólt a két hangszer. A közös zenélés Edinával mindig nagyon szívmelengető, és nagyon-nagyon szeretünk együtt játszani. Nagyon megtaláltuk a közös hangot, és mindenképpen szeretnénk a továbbiakban együtt koncertezni. Családilag is összejárunk, közösen táncolunk, tehát néptánc csoportba járunk. Két fúvola egy koncert sorozat újabb darabjának körvonalai már megvannak. Dóra és Edina rövidesen újabb estével örvendezteti meg a közönséget és tanítványait. Ha hiszik, ha nem, a malomjáték tábláját már megtalálták a templomok falában, sírokban és tetőcserepekben is. A Vosinski Mor megyei múzeum hónap műtárgya sorozatában most egy ilyen kő került bemutatásra, melyet a közelmúltban találtak a régészek, mely az Árpád-korból maradt ránk. Ez a kőpál egykori bátai apát sírköve, a felirat szerint 1377-ből. Bátának a Laslomhely újszaki települése fölé magasodó mesterséges teraszán állt, a források szerint első László király által Szent Mihály arkangyal tiszteletére alapított bencés apátság, ami a benne őrzött szentvérerekje révén a 15. századra az ország egyik legjelentősebb uralkodóink is által látogatott búcsúhelyévé vált. Ám mi most nem ezért a kőért jöttünk a Vosinski Mor megyei múzeumba, hanem ezért a tégláért, mely néhány héttel ezelőtt került a régészek birtokába, és lett most a hónap műtárgya. Mindenképpen azt mondhatnám, hogy ez szerencse kérdése volt. Ugye Bátán a Szentvér templomot éppen felújítják, és mi a régészeti szakfelügyeletét végezzük a földmunkáknak, és május legvégén az egyik szombaton került elő, teljesen véletlenül nem is vártunk egy ilyen leletet, egy olyan részről, ahol valamikor Árpád-kori sírok, téglakeretes sírok lehettek. Sajnos ezt már megbolygatták még 19.-18. Században, és már csak így másodlagosan került elő ez a tégla, amiben bele van karcolva a malomjáték. A malomjátékot már legalább 3500 éve ismeri az emberiség. Mükénében épp úgy találtak malomjátékkarcolatokat, mint Egyiptomban az új birodalom időszakából. Elterjesztésében minden bizonnyal a római birodalom játszotta a legjelentősebb szerepet. Ennek több változata volt ismert a középkorban, sőt, hát manapság is, de ez a mi általunk klasszikusan 9-9 bábúval használt malomjáték lett a legnépszerűbb, de olyan helyeken találjuk meg, mint mondjuk Nagy Károly, Frank császárnak a trónszékében van belekarcolva, vagy például középkori kolostoroknak a padjaiba, kerengőjében játszhattak. De például, ha a Tolna megyei leleteket említek, akkor Dunaföldváron került elő egy avarkori ház, és a háznak a padlójába volt belekarcolva ez, amit ugye a régészeknek sikerült rögzíteni, a maga az ábra, vagy például egy 17. századi szemetes gödörből került elő Simon tornyán Gál Attila feltárásából jó néhány ilyen malom
ábrát tartalmazó tetőcserép. Tehát ez úgy készületett ez a tégla, hogy amikor a téglát kivetették, ugye nyers agyagból, akkor utána karcolták bele a malom játék ábráját, és aztán utána kiégették. Nagy valószínűséggel már játszhattak vele akkor is, amikor csak száraz állapotban volt a tégla, de aztán utána maga a tégla állapotában is használták játéknak. Nem tudjuk, hogy persze mennyi ideig használták játékként, mert egy eléggé monumentális tárgyról van szó, jó nehéz, tehát egy ilyen 40x30 centis, 8 centi vastag, jó néhány kilós tárgy, tehát olyan nagyon könnyen nem mozgatható, talán egy picit ilyen malomjáték ábrának egy kicsit súlyos is. De aztán később ezt a téglát felhasználták egy árpádkori sírnak a keretezéséhez, tehát egy sír része lett, onnantól kezdve természetesen van, hogy a játékként nem használhatták. A játék népszerűségének oka az egyszerűségében rejlik, szabályai akár egy kisgyerek számára is könnyen elsajátíthatók, és nem igényel különösebb felszerelést sem. Táblája szinte bárhová lerajzolható, bábúi pedig lehetnek akár kavicsok vagy cserépdarabok is. A malomjátéknak nem csak az általunk közismert válfaja van. Nagyon sok fajtája van. A kiállításon is látható az ábra, ami mutatja, hogy akár 20-30 féle malomjáték ábra is létezik, és annak megfelelően más-más koncepcióval játsszák. A legnépszerűbb Európában a 3-6, illetve a 9 bábus volt, és ennek megfelelően alakult maga a táblának a kialakítása is. A tárlókban látható téglára keletkezésére vonatkozóan Cevek Attila azt mondja, hogy a tégla mérete tipikusan a római kori falazó téglákkal egyezik meg. A minősége és a kivitelezése azonban inkább árpádkori. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!